Török Bálint város képviselőtestülete a 2022. március 30-ai képviselőtestületen döntött arról, hogy ebben az esztendőben kikapja meg Török Bálint közbiztonságáért elismerést. A képviselőtestület úgy döntött, több jelölt közül is, hogy ebben az esztendőben munkájáért Kanti Péter címzetes rendőr főtörzászlóst fogja díjazni, aki Török Bálint közrendje, közbiztonsága és bűnmegelőzés érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért kapja ezt. Gratulálunk főtörzászlós úrnak, és további jó munkát Török Bálint közbiztonságáért. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ezt szeretném átadni. És ezen kívül egy kis apróságot, van benne olyan, ami finom, meg van olyan, ami szép. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Gratulálok önnek, az imént vehetett át egy csodálatos díjat. Ha megkérdezhetem, hány éves korában döntötte el, hogy rendőr lesz? Igazából azt gondolom, hogy mindenki eljátszik egy picit azzal a gondolattal, hogy a rendőrség, a tűzoltóság, vagy épp a katonaság mentők közé be fog állni egyszer. De én igazából vendéglátóiparban gondolkodtam. De akkor bejött az egyik kollégám, tartott egy ilyen szakmai előadást a rendőrségről, és akkor döntöttem el úgy, hogy rendőrnek állok. Én azt gondolom, hogy ez elég jó ötlet volt, és be is vált. Mi a legizgalmasabb? Mi az, amit a legjobban szeret csinálni? Én azt gondolom, hogy nekem szerteágazó feladatom volt és van a rendőrségnél, hiszen annak idején, amikor 96-ban felszereltem, akkor legelsőnek 97-es kinevezésemet követően voltam fogdaőr, objektumőr, járőr, utána végeztem bűnmegelőzési feladatokat, azt mai napig is végzem, közlekedési, bűnügyi és közrendvédelmi feladatokat is láttam el. Elég szerteágazon voltam, ügyeletes tiszt is, bombakutató, mentor, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok mindent megtapasztaltam itt a rendőrségnél. Én úgy kompletten szeretem az egészet csinálni. Milyen érzéssel tölti el, hogy egy ilyen díjat itt Török Bálinton kapott? Megtiszteltető ez a díj. Én ettől függetlenül úgy érzem, hogy nem csak az én érdemem, hanem az egész pályafutásom gyakorlatilag köthető hozzá, hogy ezt megkaptam, kezdve Kalló Ferenctől, aki a mentorom volt, utána a régi kollégákkal, akikkel már nem dolgozom együtt, a mostani kollégáimmal, parancsnokaimmal. Én azt gondolom, hogy a Török Bálint önkormányzat is sokat tett hozzá, hogy ezt megkaphassam, hiszen a felszereléseket, az épületeket, nagyon sok mindent kaptunk tőlük. Ugyanígy a régi Török Bálinti polgárőrség, a városőrség, akik a helyükbe lépett, vagy beszélhetek a hegyőrségről, a Pest megyei motoros polgárőrökkel, akikkel együtt láttam el szolgálatot, hiszen volt, amikor párba jött ki velem egy motoros polgárőr, volt, amikor rendezvényeket szerveztek, illetve segítettek annak a biztosításában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a állampolgár, Török Bálinti lakos, aki a szabad idejét nem sajnálva segített nekünk, akár csak egy bejelentéssel, vagy valami észleléssel, az is hozzájárult ahhoz, hogy ezt megkaphassam.